Akkor hallottuk Bartók Tibor dalát, a Jártam hozzád című dalt. Ez hogy született végül is ez a dal? Igen, ez csak egy fantázia szüleménye. Szeretem az iróniát, szeretem egy kikarakírozni ezeket a dolgokat, amik egyébként akár valós történetek is lehetnének. Ugyanígy vagyok a majd a következő dal, amelyik lesz az idil, hogy lényegében ezek a nagy szerelmek is, amiről korábban is beszéltünk, hogy hát ugye a titkos szerelemnél is említettük, hogy hát azért, hogyha megromlik a házasság, meg a kapcsolatok, hogy hogyan alakulnak, mert ennél a idillikus hangulat is lehet eléggé fanyar. Uh-huh. Na hát akkor most jön az idill, és akkor majd utána beszélgetünk, jó? Akkor jön az idill.
nem is lesz több gondod, édes szívem, hát mondjad, mondjad Iván, hasonl meg nekem. Hadd segítsek rajta, gyorsan hát, na zünnök ide, megoldunk mi minden, ami bán. Na gyere velem, üssél el most ezt a fél órát, mert ehhez van nagy kedvem. Igen, közben vége lett ennek az idillnek, hát jó kis idill. Közben jött itt egy kérdés, és itt majdnem meg se szólaltam, mert olvastam 101 évi kérdését. Hol lehet hallani, és mikor lesz valami koncerted? De itt miközben beszélgettünk, és azt mondtad, hogy te csak zenét szerzel. Na akkor mesélj. Van, én lényegében az az igazság, hogy soha nem vágytam előadói pályára. Tehát egész fiatalon zenészkedtem, egészen 21-néhány éves koromig, aztán én felhagytam a zenéléssel, és majd 97-ben kezdtem el újra a zenével foglalkozni, tehát volt egy majdnem 40 éves kihagyás, vagy 30 éves kihagyásom, tehát egyáltalán csak hallgattam a zenét, tehát nem foglalkoztam vele. Hát ennek is meg voltak külön okai, amire úgy nem nagyon szeretnék kitérni, mert nagyon-nagyon hosszú történet. És tehát én én azt szerettem volna mindig, hogy én szépen megcsinálom a dalt, megírom, és akkor egy profi előadónak odaadom, és ő vigye színpadra, és csinálja színpadra, vagy vigye rádióba, tévébe, bárhova, és csináljon belőle sláger. Sajnos ez nem nagyon jött össze. Így aztán írtam a fióknak, illetve a számítógépnek a dalokat, meg a kazettáknak, meg a CD-knek, ami éppen is most azzal, hogy az internet ugye ennyire elterjedt és ilyen széles körűen ott lehet lenni, nagyon sok helyen ott vagyok, néhány ismerősöm a dalaimra készítenek videókat. Igen, hát ez nagyon vannak. Fantasztikus jó ez az internet, pontosan ebből az okból is kifolyólag, hogy ugye most te nem tudsz a médiához elmenni, de itt vannak kedves kis aranyos emberkék, akik képekkel videókat készítenek a dalaidra. Tehát ez nagyon jó dolog, hogy ott tudod terjeszteni. Érdemes lenne azért egy koncertet neked rendezni, majd beszélünk róla, tehát nem lehetetlen, hogy valamit nem csinálunk. Mert van rá érdeklődés, legalábbis 101 évi, az nagyon-nagyon akar szeretni. Hát úgyhogy 101 évi ígérem, hogy valamikor, lehet, hogy októberi koncertemen meghívom Bartók Tibort vendégként. Már is megköszöntem a meghívást. Úgyhogy, és az is lehet, hogy én fogok énekelni Bartók Tibor dalokat, mert beszéltünk erről is, hogy mert van egy-két dal, ami már megfogott, és tetszik is.
tehát nem kiabáljuk el, most nem rólam szól a történet, hanem rólad szól. És akkor jön egy olyan dal, hogy örök szerelem. Hát igen, ez az örök szerelem. Na, ját... vajon létezik-e? Hát ez kérdőjeles kérdés. Mindenki majd eldönti magának. Pedig olyan jó lenne, tudod, amikor az örök szerelem tényleg örök lenne. Amikor együtt meg fiatalon megismerkedünk, és végigvisszük az életünket, és akkor megöregszünk, és kéz a kézbe sétálhatunk. Akár, most nem mondom a tengerpartot, az a kedvenc helyem, a tengerpart, óceánpart, mindegy. A folyóparton, bárhol, ahol víz van, sétáltok, egymást támogatjátok, hát a legszebb dolog lenne a világon, de sajnos nem sok példa van erre. Erre van egy másik dal, ami nem az én dalom, csak eszembe jutott, hogy álom, álom, édes álom. Ja, álom, álom, édes álom. Na, minden esetre kezdjük el a zenét az örök szerelemmel. Így van.